Sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Geekok Podcast heti adásába. Itt van velem Balázs. Hello, hello! És a legjobb legjobbképűbb, Datte. Sziasztok! Mi újság veletek, itt vagyunk ismét egy hét. Számunkra amúgy nagyon izgalmas ez a hét, főleg a mai nap, meg a mai naptól fogva. Egy kis simlesz marketingre hagy használjam ezt a csatornát, hogy ismét van nagyon fosza játékos promunk, ilyen RTX-es kártyánk. Az Overwatch Ultimate Battle Pass ami egy elég egyedülálló, mindig megosztó, hogy vagy, de hogy most már Battle Pass isnak is van egy olyan értéke, hogy akár ajándéként szolgáljon, illetve már belső infóba adtuk, hogy megint lesz majd ilyen faszalszuszos is, hát, hogy ha valami ilyesmit kerestek, akkor nálunk mindig van valami kis extra a vásárláshoz. Reklám off. De ez jó, ezek menő reklámok ezeket szeretem, illetve szokás szerint egy kis aktualitással nyitjuk ilyen heti hírekkel, meg ilyenekkel, bár lehet, hogy végig dominálni fog a végén meg szerintem kicsit beszéljünk a 40 ről nem? Mert azért az most eléggé körül az itt nálunk. Félek, hogy Balázsék majd egy live is készülnek. Na, de te megkezded a heti aktualitást? Vagy? Heti aktualitás. Tegnap elkezdődött az Overwatch League. Új szezonja. Ami? Hallott róla valaki bármi? Ami? Igen. Tehát Overwatch hogy... League-ről egyébként először ö, 2000... 16-ba hallottam, és azt mondták, hogy, hogy, itt most megváltozik a világ, és egy nagyon komoly izés, hogy hogy, 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 NBA szintre hozzák az esportot és hogy innentől már mindenki végre egy játék, végre egy izé, hogy leül otthon a kanapén a gyerekkel, belöki a tévét, és egy teljesen élvezhető, bárki számára élvezhető mainstream contentet fog kapni. Várom azóta is. Én, amikor még twitch ment, és, ö, és tudom, mikor hány évvel ezelőtt, akkor néztem, akkor nagyon izgalmas volt, és nem is csak OV szkéneket farmoltam, hát ez még a góc. Annyira jó volt ez egyébként, még a goat. hogy minden héten kétszer Ugyanazt a hat hőst láttad egymást ütni. Na, én elvesztem. Még a színáltrás a időszakot néztem, Igen, meg ugye nekem nagy kedvencem, és most basszus pont a francia gyerek nevét, a, aki hülyére vert mindenkit Európában, majd beállt az Atlantaraimbe, és Thorburnnel szétverte az Overwatch Liget. Ö, tudom, hogy kéve, nem üteszem be a neve a, 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 a srácnak, de még a mai nap bármelyik hőse megcsinálja mm. a Zero Two Grandmaster-t, bármilyen hőse. Ki volt a izé? srác? Aki a állandóan, nem? Európai, ja. szintén ő is amerikai Overwatch League-be játszott. Ó, tudom, hogy kire gondolsz. Így iszonyat tehetséges volt a gyerek, és mindig egy random mixel, mindig valami borzasztó módon estek ki kapokról. Nem fog eszembe jutni a neve. Nekem se ugrik be. Én őt nagyon imádom, bár idegbeteg. De ő nagyon jó játékos egyébként. Igen, igen, igen. És... igen. Quixiről még volt is emlékszem egy montázsa, ahol Quixi elég durván lerakta. De nem fog eszembe jutni hát mondom, a Mondom, ott is a srác érted, nagyban megy a izői gólt, az egy torbjörn, szétvert mindenkit, mert teljesen off meta volt, és nem, nem tudtak rá reagálni, és ugye amikor az a gólt ment, akkor az az ulti környezet volt, hogy hogy be, kinek mikor jön, és építették így a láncot, ugye. Végül is lehetne ebbe a fajta játékba. De, ja, elstartolt, igazából most az azért jutott eszembe, mert felhoztad ugye az Overwatch és és így eszembe jutott, hogy néztem a múlt héten, hogy 12-én indul az Overwatch League új szezonja, és így, hát így nem nagyon láttam róla híreket, hogy az ilyen más téren is erről, ugyanis, hogy szitták az Overwatch-ot, hogy egy riskinelt dolog a kettő, upgrade engine-nel, majd így elkezdték ezek az overwatch a c kettőt t hogy ez is ugyanaz csak a füstöt dolgozták hát és így Ja, de jó. Így van. Elég. Az vagyban nem volt elég. Tehát a, de, de, Ja, mennyi. Jó, hát azért a csétől azért megvan az, hogy ki mit vár a csétől. Azt szerintem azon a recepten elég nehéz változtatni. Tehát, hogy... Nem Én azt várom, hogy úgy lehessen kompozni, hogy beállítom, hogy Dust 2 volt. Lehet. Tényleg? Persze. Ben, legalábbis régen, amikor én játszottam, be lehetett állítani, hogy te melyik mapon akarsz játszani. És ki lehetett választani a Dust2-t, és a Dust2 Dust az ugye 2020-ban vissza is tért a ronked mapok közé, tehát kiválasztható bármikor, hogy te Dust2-n akarsz játszani. Nice, nice, nice. Csak hát a kompot lecsalják, <laughs> <laughs> ott az a baj. Tudjunk le egy olyan aktualitást, ami úgy, úgy elég sok embert érint, mert elég sok Harry Potter fan van, ugye, hogy jön az HBO Max-re a sorozat, reboot, too early szerintem, tehát ez túl korai, és hát újra kasztolnak mindenkit, meg úgy van, hogy tíz évre terveznek, ami nálam már gyarús, mert hét könyv van, és elvileg mindegyik év van egy könyv, vagy az olyan lesz, mint a barátok közt, hogy 4000 részt lesz, na mindegy, tehát te tényleg megyünk akkor a szerelmi életekre. Tíz év. Tíz évre terveznek, tíz évre, tíz évre terveznek, van kint Ú, egy ez? ízelítő trélere, egy ilyen kis tézer, húsz másodperces, amiben egy ilyen <laughs> B-kategóriás külvárosi rocksportot mutogat, annyira kibaszott gagyi volt, tehát így néztem, hogy így Gyerekek. Nem érte a nem, 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 nem. Oké, okay, a filmes is egy egyedi, mert a könyve is, tehát hasonlóan néz ki, de mindig kicsit már mindenki más, hogy írja, de, de, a filmes az, az nagyon sok ember. Tehát, hogy akkor a, tehát föl kell, tehát ezzel a sorozattal föl kell érned a könyvhöz, ami egy beton, tehát most már valahol kötelező olvasmány. Föl kell érned a filmtriológiához is, amit, amit én is most elkezdtem a könyveket olvasni, mert nekem ez kimaradt sajnos a filmtriológia is, attól fegetlen, hogy mennyi minden máshogy alakult, kinda, meg elhúzták, nagyon nagy, tehát a szinematológia nagy dolgot, tehát a Harry Potter filmek azok, azok ott vannak, és jön a sorozat, és a tézertileben már egy gagyi rockszportot mutogatunk. A castingról nem akarok beszélni? Én akarok. Etnikai dolgok miatt engem amúgy nem az zavar, hanem hogy így láttuk, hogy a Last of bevált, hogy hű voltál a sztorihoz, azt szerettem volna mindenki látni, ne csináljunk már ebből is viccet, tehát hogy így de mindegy, tehát hogy itt tapsolni akarják a pénzt. Hát ugye a kaszról én úgy tudom, hogy az nem hivatalos még, amit ott kiszivárogtattak. Én egy valaminek kimondottan örültem amúgy, ugye Tom Feltont belengedték, ja, mint uh, Lucius fog. Az tehát menő. a saját apját fogja, úgy mondáját. Az még. menő, az még. nem Azt nem az nem tetszett, ilyen. ugye ő többször hangoztatta, hogy ő egy esetleg. Ezt szerintem említettem is már korábbi podcastben, hogy ő egy esetleg 20-30 év múlva készülő Harry Potter mégben nagyon szívesen eljátszana a dumbledore -t. Csak azt nem értem, ott vannak a, a, a Daniel radcliffe és abban a korban nem kell mindenkit visszahozni, de hogy így mi, miért nincsen felnőtt Aurora Harry, hogy ez egy csapatja neki? ez egy, annyi lehetőség, hogy ribótoljuk... A nyafogó tidikkel is de, így... de, de srácok, mit ribútolunk? Tehát az előzmény so, filmsorozat nem fejeződött be. Hát az Tehát nem is hát fog befejeződni. Hova, hova, hát kezd, hát az hova kezdünk el egy sorozatot? Kezdjük ott, hogy nem hát ezt sikerült ezt nem jól. Kezdjük ott, hogy nem sikerült jól. Van két katasztrófa színészük. Johnny Depp, de ő nem tehet róla. Mint kiderült. Azt ki kellett cserélni. Majd ott van az ezzel a Miller, Miller? Miller. Ugye, aki a, a az a flashes film is, nem tudom hány éve húzódik, mert többször meghiúsult, mert börtönben volt, meg tárgyalásokon, és bele biztos, hogy megint össze akarja kötni a Harry Potter, mert hát, ugye jó, de... ő játszotta. Hát, ugye ő is egy Dumbledore. Tehát, ugye? Ez amúgy ilyen Warner brothers sajátosság, hogy elrontanak valamit, és nem is az, hogy nem tudják elengedni, hanem még befejezni se tudják, mert a harmadik is, résznél be lehetett volna fejezni. So, az be lehetett volna. Hát ott is volt össze is csaptak, tehát hogy be lehetett volna fejezni. Tök szép lezárása lett volna egy nagyon rossz szériának. De, de legalább be... fölélegeztetett. volna a vörös vége. kis Kis jó, a Salamander az utcaival, mm. az, 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 az a film az ott helyén van, úgy abban Arra az nyolc, a. csak tehát, hogy az elsőben talán még ő volt a főszereplő, de nagyon esetlen volt ez a film. Utána elvették róla a fókuszt, és mindig valaki más kapta meg, akik nem. Nem nem, 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 voltak szerintem szerethető karakterek, nem tudtál velük úgy azonosulni. Én is kíváncsi lettem volna inkább az aranyos kis növényekre, meg állatokra, meg a... Pedig az a világ nagyon érdekes, hogy ott a főben járó átkokat még szabad csinálni, nagyon sok mindent szabad csinálni, nincs annyi korlátozás. Hát ugye... Meg, figyelj, az iszonyat nagy volt, hogy ugye alapvetően Európába játszódik a Harry Potter, és az előzménnyel elvitték Amerikába, és bemutatták az otthoni varázslóvilág alakulását ja, 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 is. Ez egy iszonyat nagy volt, amit kihagytak, mert abban szerintem még sokkal több lehetőség volt. Hát, ja. Igazából itt arra akartam kiutkadni a Warner brothers kapcsolatban, hogy ugye ők a DC univerzumukat sem tudták se befejezni, se normálisan kifejteni, se elengedni. Tehát, hogy most elvileg, amit be a James Gunn, ugye, amit rendezni fog ő, univerzumot, még mindig nem tudjuk, hogy az most folytatni fogja, vagy kívül lesz az eddigi. Az a plötyi, hogy akkor így leültek, hogy legyen multiverz, úgyhogy fog csinálni a James Gunn is, és visszajön az emberek kedvence, akinek pont elfettett a nevét, Snyder, Zack Snyder, tehát már pletyi, pletyi, megy a tárgyalás, és elvileg, hogy ne legyen annyi per, folytatják azt is, de mellette építenek multiverzit is, és akkor meg lesznek a szerződések, gondolom, és akkor majd úgy befejezik. Én el. őszinte leszek, én utálom a multiverzumot, mert... Tessző, azért a mostani uh, flashesbe azért én a Michael Keatonos bepennek úgyvára örültem, az, az nagyon értelek, flash. amúgy nyilván az tehát az jó, ez tök jó. A pókemberbe is én nagyon örültem. Ja, ja, ja. Oh, igen. Andrew Garfieldnek és Toby igen. maguire -nek. de alapvetően a multiverzum olyan téren rossz, igen. hogy nem lehet aggódni karakterekért, mert bármelyik filmben mondhatják azt, hogy A ah, visszahozzuk egy másik univerzumból. Így hogyan aggódjak egy karakterért? De tényleg, hogy ha igazából bármikor a seggükből előránthatják őt újra, ugye most lesz elvileg Amerika Kapitány sorozat is újra, és így. De az zsír, lesz azt várom az ugye bemutatja a kapitány, hogy rakta Hát csak viszont. olyan szépen, olyan szépen lezárták szerintem az ő történetét, hogy ahhoz már okay, nem kellett Oké, de ott jó volt, ott az jó volt. Ha megőrzik azt a régi flót, akkor jó lesz, ha ezt az új irányvonalat kapják el, akkor... Szerintem ott kellett volna abba a, Marvel a, a univerzumot. Amúgy igen, a filmest és akkor... Azt még pont láttam egy gyerekkel moziba. Hát ja, ja, ja. is arra a, azt mondtam, ez az egy jó lezárás, ott, ott meg kellett volna húzni. hát azóta, a... azóta minden, Na, egyre többen érzik ezt. Hát <laughs> még ö... a pókembert azt így mindenki elfogadja. Ez a is megint is az összes remény, folytatják. Ugye, ugye, a, ugye, úgy van, hogy a sony van a pókember jog, de használhatja már Marvel, és amúgy elkészül az Andrew garfield Amazing Spider-Man 3, Toby megvájörről is beszélgetnek, hogy legyen valami. Ott is lehet, hogy elkészül amúgy a negyedik rész, mm -hmm. ameddig még így, így bírja. Ugye a, a Tom Holland, aki ugye mindenes, ő vele is biztos, meg biztos, hogy lesz még ilyen kamerós, és már ezt szerették az emberek. Ez amúgy nagy királyság volt. Most lesz a podcast? Jött egy ilyen kérdés. Nem, holnap. Mindegy, bocsánat, aki most hallgatja ezt vissza, ezt nem tudtam kihagyni. Jó, ugorjunk tovább egy még nagyobb témára. Figyelj azért... csak, ja, nem? kitaláltam egy tök jó fölvezetést ide. Igen? No, Képzeljétek jó, el, ne. nagyon hosszú idő volt után először voltam moziba idén. Ú, tényleg ez a téma. Na, csapasd. Ugye nem volt túl jó időjárás húsfétkor, és így az összezártság az nincs jó hatással a családtagokra, úgyhogy valaki földobta, hogy ugyan már menjünk el moziba. És hát az történt, hogy a, a feleségem választott filmet, mi meg a gyerekkel meghajoltunk az akarat előtt, és gondoltuk, hogy adunk egy esélyt. A Pápa ördögűzője című alkotásnak. Na erre nem számítottam. Erre én sem. Hát én sem számítottam rá. Úgyhogy sikerült ezt összehozni moziban. Jó hangzik a cím is, a Pápa ördögűzője. Tehát a Pápának dolgozik. É, igen, igen. És igen. Akkor én szellemes és volt. de mert nem úgy ezeket egyszerre nézősek. Ha bármilyen valóság alapja van a történetnek, akkor gondolom, hogy ez a tényleges ördögűzőkről szól, akik elvileg az egyháznak dolgoznak. Hát, próbáltak. Érdekes volt. Először kiemelem a pozitívumokat. Láttam egy Teeny Ninja plakátot a moziba. Uh -huh. Ez volt a pozitívum. <gül> <gül> és <gül> okay. a filmnek volt egy olyan olyan vonulata, amit én még nem láttam. És valószínűleg itt ilyen egyház ilyen unikális egyházpolitikai szempontok miatt került bele ez a momentum, mégpedig a, az, hát ezt úgy, úgy tudom legjobban megfogalmazni, egy inkvizíció washing. Tehát a filmen keresztül bemutatják, hogy az inkvizíció az azért történt, mert az egyik püspököt megszállta már egy démon, akinek ugye az volt a terve, hogy akkor így beférkőzik az egyház berkeibe, úgyhogy igazából az inkvizíció is a, Aha. a sátán szüleménye volt. Hát ez meredek, ez egy nagyon, nagyon, nagyon meredek ez honulat volt. Ez inkább gusztustalannak nevezném, de mindegy, igen. Hát ki, ki, ki a maga szája íze szerint minősítse ezt a dolgot. Akkor főszerepben megkaptuk Kurt Russellt, Akit, hát végig vártam, hogy fölbukkan trombi is, és bunyóznak a film végéig, ugye a Szószparkban. A, a, az, a az kis Crowe volt. Vagy, bocs, bocs, Russell Crow volt a főszereplő. A kis, kis gőzhajója. Bunyóra szem. Vártam, igen, igen. Agresszív volt a démonokkal, de inkább vicces. Volt egy... Ú, ki volt a bárányok hallgatnakból a, a Hannibal Lecter? Anthony Hopkins. Anthony hopkins volt egy ördögűzős film, körülbelül tíz évvel ezelőtt. Igen, igen copy-paste a történet, Aha. csak áthelyeztük, azt hiszem, hogy az Rómába játszódott, ez, ez egy spanyolországi kolostor, Aha. valaki megkalaféria, megörökli, felújítják, jön a démon, megszáll. Hát igen, ugye, Klasszik. fun fact, Spanyolországban teológia szakon lehet tanulni amúgy örtögűzést, hogyha jól tudom. Legalábbis erről annól olvastam egy hírt. Amúgy én azért gondoltam, hogy lesz valós története a dolognak, mert ugye aki esetleg így horrorfilmekbe járt, és ugye az Anabel történet, ugye abba, az abba szereplő férj és feleség, ugye ők elvileg egy olyan család, akik hivatalosan is pápai állást kaptak arra, hogy hajthatnak végre őrvögzést. Szoktak mutatni, én ezeket mindig láttam, mert kibaszott parák azok a filmek, imádom, utána uh -huh. imádom kimenni még popcornél sötétbe, tehát így <gül> beszarok. <gül> Nincs ez, én vártam ezt tőle, tehát én nagyon szeretem más, a horror. Más, szerintem más horrorfilmet nézni este, otthon, a tévéden, mint moziba, szerintem. Én ezt már próbáltam mind a kettőt, otthon nézel horror filmet este hajnalban, mert ugye én hülye is akkor jövök rá, így én is szoktam mondani otthon, hogy nem nézünk egy horror filmet? Én félkor, tehát hogy is utána próbálj meg aludni, akkor nekem elég élénk a én. Figyelj, uh, Horror filmbe alapvetően én úgy szoktam őket megkülönböztetni, hogy van a primitív, amikor képkapkodással és hangokkal ijeszgetnek. Ezt nem szeretem. Az a jumpscare, ugye? Igen. nem jó. A, és a másik, amikor a lelkedet nyomasszák amikor ilyen, ilyen ez, ez a, ez Amikor a, a atmoszféra. az a nyomasztó nem atmoszféra, igen, hogy És, hát és azokat olyan elemekkel oldják meg, amik ilyen hétköznapiak, hogy, hogy amikor sötétbe vagy, és ugye ez az annon ismeretlen dolog történik, és akkor a, a film el tud játszani a te képzelőerőddel is, mert akkor ott hallasz valamit, és beleéred magad. Amúgy én azért ezeket a szembe Figyelj, a tavaly milyen. láttam, az, az egy magyar film volt, meg nem mondom, mi a címe most már. Az a tavalyi horrorfilm, az a Díjnyertes? Igen, igen, Tudom, igen. igen ez a középkorban a halottakat fotózott a csóka, az volt az, izé, hogy igen, meghalt igen. a családtagod, és még akartál egy utolsó képet, akkor ő így bepereparálta, meg volt izé, még mellé lehetett ülni, és akkor bebújta. Melyik ha. film? Az egy tavalyi film volt, megmondom őszintén, én sem láttam. se de ajánlották sokan, úgyhogy biztos, hogy meg fogom előbb-utóbb nézni. No, no, annak, a, annak, a annak a vége az át, átment, hát ne, mindegy, igen, lényegtelen, de annak, annak a filmnek a két harmada iszonyatosan jól teremtette meg ezt az atmoszférát. Na a páp ördögűzének nem sikerült ezt egy percig se hoznia, tehát hogy ne, tényleg nem tudok semmi pozitívumot kiemelni a filmek kapcsolatban, ne nézze meg senki. Pedig ezekben az egyházi horrorokban azért lehetne atmoszférát építeni, mert azért tudjuk, hogy az egyház az, azért rejteget dolgokat, és nem nagyon szeret beszélni a kis titkairól. De mi utoljára ilyen nagyon fasza volt, olyan horrorfilm, egy kicsit most ezen lovagolunk, az a Conjuring sorozat. Azok nagyon jók, nagyon jó hangulatot teremtenek. Meg ami még ilyen volt régen, az a Paranormal Activity-nek, én azt mondanám, hogy az első három része. Mert az mindig felépíti, először csak csörökzörök valami, ide-oda mozdul valami, nagy duranást hallasz, nem számít így fölépít, és úgy meg- megelik valami entitás, ami ugye ezt okozza. Az is annyira imádom, és koradás ugye annak az volt, ugye, a a a jelegzetessége, hogy ugye a hétköznapok téged hogy ilyen random kamera felvételt, tehát úgy csináltak, mint egy... Hát ugye azt teremtette meg, ugye az első film az 10.000 dollárból készült, ami körülbelül... Az a siker Ami körülbelül szerintem a kamera ára volt, meg a lakásnak a bérdése. a mozikba, a mozikba bazzag, hát tele voltak. Igen, és ugye, hát szerintem valaha volt egyik legnagyobb megtérülési arányos film, az az volt. Ja, 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 de azok jók is voltak. Ugye régmúltban nekem van két kedvencem, az egyik azért játék related, az a Silent Hill. Ja, ja igen, igen. A jön csípem, illetve a Kör. A Körök is sok voltak, ez... És... Úgy, ugye a Kör az egy ilyen ázsiai horroron alapszik. Az para volt, mert akkor még tényleg, ők akkor nagyon... DVD időszak volt de még volt VHS, Igen. és azért megadta ezt a feelinget, hogy ez egy kivonulóba való technológia, de hogy tök ráépítették, hogy egy VHS kazíva meg, megátkozva, és nem kúlvára adta az, hogy a felvételt, és akkor jött az izé... Egy héten belül meghaltál, vagy mi Kétféleképpen lehetett az eredeti történet szerint megúszni. Egy, hogyha megnézeted valaki mással, vagy ha lemásolod a filmet. Ah. Gyürködtem vissza azt a picsát, azért, ja. a kútban guzzál vissza. A... A... Amúgy jó film volt, jó film volt. Na, már filmek. Kicsit elmehetünk a horrorról a sci felé. Srácok, megtörtént a Star Wars Celebration, ami, ami nekem nagyon tetszett a műsor, rengeteg vendég volt, hogy ott volt a Palpatine talakító színész, aki Taki elveszte az egészet, ott volt Kelkesztis, Kestis, meg alapjó, meg megformálója is. Neveket nem tudok... Igen, ak ezt akartam észlen... mondani, hogy színész neveket nem fogunk mondani, igen, mert én igen, se igen, tudok Senki. Ő is iszonyatosan élvezte, a fanok oda voltak. Ott volt Dave Filoni és John, Favreau. John Favreau is, akik eket imádok, bármilyen interjút láttam velük mostanában, folyamatosan Star Wars-ról beszélgették, mert imádják. Ugye az ő szemléletük az is, amit esetleg a nézitek is, az ő műsoraikat, Mandalorian, Rebels, Clone Wars, <sus> <sus> Cartoon Network, minden. Ó, köszike. <sus> és uh, Hát, hogy ő, ők imádják és össze akarják hozni, és rengeteg megjelenés lesz, régi meg új is. Ugye, ami régi, az lesz egy olyan film, ami az első Jediről szól, azt, ö, azt hiszem a Gladiátor rendezője, vagy nem is tudom ki Azt hiszem, hogy hogyha őt Mint, hogyha őt, mint, hogyha ő, tehát elvileg nagy reményeket fűznek hozzá, természetesen az új triológiát is folytatjuk. Nem a színésztővel van a bajom, de ö, nem láttam és... egy insider előzetest, amit csak ott ment, hogy itt terhes volt, és így. Ó, jó, reméljük jó lesz, reméljük odengedik a défilóinéikat. Reméljük hogy... egészséges lesz a gyerek. Igen, igazgassák. Én most is azt beszéltük már itt reggel a mandalóri kapcsán, hogy nagyon tetszik nekünk, amit csinálnak, csak szegények amúgy takarítanak a előző három trilógia után, amiről már sokszor beszélgettünk itt, hogy vannak jó elemei, szerethető elemei, meg Star Wars, de sokkal több a negatívum. Én nekem is ugye a rét megalakító színésszel de Daisy Ridley. Daisy Ridley. Nincsen semmi problémám. Nagyon jó színész. Egy a baj, hogy olyan szövegeket, meg olyan cselekményeket adtak neki, amivel egyszerűen nem jó a Star Wars. Figyelj, srácok, én megmondom nekem, nektek őszintén, nekem az, az, a személyes véleményem, így a takarításra jutott eszembe, hogy a, 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 amint most kaptunk új trilógiát, az előtt kellett volna takarítani az epizód 1-2-3 után. Hát most már felértékelődtek, tehát most már sokkal többet ér az epizód, hogy kettő-három, mert most már, főleg amiután megláttad ott a párba a mindig beszéltük, most lehet egy kicsit szárvoszos lesz ez a része ennek a podcastnak, de bocsi, imádjuk, hogy ugye a, az, ennek az előző új triológiának az lett volna szerintem az ultimate, legepigebb és a legmegbocsátató befejezése, Ray átáll a sötét oldalra, Eden Driver karaktere átáll a jóra, ami ugye megtörténik. Itt, kúrnak, kurnak, meghalnak, tökény, mi történik, és akkor így folytatjuk Eden Driver, aki kurva jó karakter, kurva jó színész, nagyon szeretem. Nincs bajom amúgy Daisy ridley de nem, nem csak emiatt nem nagyon kapott szerintem szerepet a Star szóta. óta. Tehát, hogy így megkérdezték, hogy van kevedre itt játszani, és így mit csinálsz pénteken? Van programon, de megnézem a naptár. Nem, nincs. Ő mondta, hogy nem kapott azóta. Ennek van nyilván fan lehúzó ereje, mert tudjuk, hogy ez működik, de utána én még láttam szerepelni egy filmbe, és nem dobtam hanyat tőle, ugye a kés az ajban film változatáról. John is ugye azóta inkább a politikával foglalkozott, és valószínűleg. Még utána volt egy izéja, egy robotos film. Valószínű ő nem véletlenül nem kap őse szerepeket. Tehát, hogy ilyen szerep? Hát, de radcliffe többiek. Hát most a Tom, a Malfoy gyerek tudott, de ő is azért a flashbe szerepelt, és amúgy egy szerethető karakter. Amúgy igen. Főleg, szóval, tehát... ott a kiderült róla minél nagyobb körbe, hogy amúgy így, így a gyönyörű Hermione-t alakító színésznőt így oda volt érte, tehát, hogy így <laughs> ott voltak jobb srácok a Settender, de, de ja, tehát az nagyon dobott a srác. Amúgy Zic az is. új trilógiával egyébként szerintem az is szörnyű hogy jönnek ki mostanában ilyen fanmade befejezések így a trilógia végére, oh. hogy egyszerűen fanok hogyan mondjam, saját munkából, áival egyébként, összeraknak olyan befejezéseket a filmnek, amik egymilliószor jobbak, mint oh, amit igen, ők igen, 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 igen. Ugye nekem például a legjobb, ami legjobban tetszett ezek közül, hogy Forzgóztként visszajött a neki, és legyőzte a Pápatint. És ugye ez... Nekem azért tetszett, mert ugye az új trilógia semmi sétette gyakorlatilag George Lucasnak a vízióját. Ugye ő megmondta egy interjúban, hogy Anakin a kiválasztott, és azzal, hogy ő Darth Vader lett, ő nem szűnt meg kiválasztottnak lenni, és a végén ő maga pusztította el a Sziteket, ja, persze, mert persze, elpusztította Dárt t és utána elpusztította Palpatint, és így megszűntek a Szitek létezni. És ugye ez így, ezzel így még maradhatott is volna úgy a trilógia, a történet hogy ténylegesen annak pusztítja el véglegesen Pálpatint, és akkor megmaradt volna a tényleges történet, és nem dobtak volna ki gyakorlatilag hat résznyi történetet a kukába. Rúgván Na, a legét, ne is menjünk már a mélyebben, mert amúgy a podcastokat Igen, itt beszélni. a fan-made storyhoz nekem ma izé, a New hope az Obi-Wan Darth Vader fight, amit újra ja, az ja, 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 zseniális, zseniális, például. Is. Tehát az ott szerintem a, a New hope az volt az egyetlen gyengesége. Hogy az, az Azt is mondta a Lucas egy interjúban, hogy a obi az akkori karaktere túl erős a ez már mint hogy elhúzta a filmet, úgyhogy azért kellett meghalnia. Ez máshogy sikerül, akkor maradt volna. Szágott, hogy jó a Yoda karaktere nem is létezett, tehát hogy a negyedik részben, tehát ezt közben találta ki a Lucas. Ezért olyan mis... De ezt a grogúnak nem mondjuk el. Nem, 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 ezért olyan misztikus a faja, amúgy. De amúgy, amit a défilónék csinálnak, az zseniális, imádom. Még az apró is nagyon jól sülnek el. Látszik, hogy ízig vélik Star Wars vannak, és amúgy ők nagyon meg is hatódtak a Star Wars szereplésen. Annyi, hogy nyilván azért jön a, jön a jó kis felső hatalom, a Kathleen két, Kennedy, ugye, jól mondom a aki ugye már beleszólt ebbe a Mandalorian 2 is félbe is, mert ugye ő, ő a vagy ő ki akarta nem. Ő akarta visszahozni grót. Ja, ő akarta visszahozni grót, ők meg amúgy azt hiszem akartak menni. Hát ők, ők, azért is És ki igazából gondol. a Mandalorian Season 3-ra nagy volt a, 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 várakozás, és ott, ott, ott sajnos hogy oda kellett nyúlniuk a, a Dave és megmondani, hogy ha még egyszer beleszólnak, akkor ők lépnek az Ott nagyon nagy bahé volt. És jelenleg Star Wars normális, más nem tett le. Tehát várjuk ezt a rejest, remélem, amúgy biztos, hogy munkálkodnak benne ők is, hogy jó irányba Ő. folytatódjon. Én attól függetlenül, hogy ha már régi trélogja, hadd még meg a. Ezek a nevek, hallod? A... Ki az elsőt? Mondd már, is gyerek, mindig elfelejtem a nevét. GGM Ramps. Ő oké, a sztoriba, szerintem. Mondjuk, szerintem. Az, szerintem soha többet nem fog Star Wars rendezni, mert ő még egyszer nem akar ezt. Nah, az... Ő ezt meg is mondta, hogy, hogy voltam, Star Wars hogy... rendezni nagyon hálátlan dolog. Nagyon hálátlan és dolog. És ugye... De van, akinek sikerül. De neki is az a baj, hogy meg Szerintem lehet... Megle... ő Star <laughs> <ő> neki szerintem... <gül> <gül> megítik, megítik neki szerintem megmondták amúgy, hogy mit kell rendeznie. Nem is, ugye nem is ő írta a forgatókönyvet. Igen, mindjárt beszélünk még a sorozatokról. Ő, csak... Illetve még egy olyat hozzátennék, hogy közben megosztottam egy linket ide podcast kérdezbe. Szerintem ezt amúgy majd linkelhetjük a YouTube videó alá is. Ez egy fan-made film, 5 perc 20 másodperces, és csak azért raktam ide, hogy reflektálnék arra, hogy mondták ugye ezt is rendezők, hogy túl nagy költségvetést vinne el normális űrcsaták megrendezése. ezt meg lehet nézni, ezt a videót. Egy, a, az Emperor bukása után játszódik a Coruscanti csata. Ja, ja, nagyon menő. Brutális. És hogyha Na, TIE Fighter pilótát akarsz alacsony költségvetésből, akkor meg a nyersbe láthatjátok. Daki is írta, hogy jön a a, a, a showka, ami ugye basically Rebels folytatás. Aki nem látta a Star Wars Rebels, tudjuk, hogy egy kicsit gyerekesen indul az eleje nyilván az volt a fő cél de kirőtte magát a sztori, az is iszonyatosan. Én amúgy a Star Wars Rebels volt, nem láttam jó Star Wars storyt. Ezt most megkövezhet bárki, tudom, hogy mindenkinek más tetszik, nekem azt tetszett a legjobban zseniális. Ott, Már ott, ott, a ott kezdett el, ott kezdett el a D. kibontakozni, és ők, ahogy a Star Wars látják a John Favruva, és azért imádom még ezt a John Favru csávót is, bazd meg, mert mi a faszom indította be a Marvel univerzumot? A vasember, amit ő rendezett. Az első kettőt, tudod, hogy azok jók is lettek. Tehát zseniális az a két ember, adjunk nekik minden pénzt, és ameddig élnek, hadd csinálják, amit szeretnek. Ők egyébként még mindig gyerekek valószínűleg, és imádják ezeket a világokat. Ugye John Favreau az egyszer nyilatkozta is ezt, hogy ő a Marvel képregényeken nőtt föl. Tehát, hogy ő azt olvasta mindig gyerekkorába és ugye odaültették rendezvas vasember filmet, és ő kiélte a vágyait benne. És ezért lett jó a vasember. Igen, zseniális. És ugyanez most a Star Wars. A, egy kis, blu, egy kis ilyen ö, egg, hogy aki például a Herát majd a sorozatba, színésznő, azaz az Eva mcgregor a lánya. Nincs jó, a baj. Ugye jó, ugye De ez vicces, ezt szeretem. ezzel nincs baj, tehát ha a, aki játszott az új trilógia a második és harmadik részében egy ilyen szökecsaj, nem volt azt hiszem neve, egy ilyen irányító volt így a lázadóknál, az meg ugye Carrie a lánya. Ja, 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 meg őre is rakták a CGI-os. Ja, ja, tudom, igen. tudom, kire gondolsz. Úgyhogy filmek is jönnek, jön egy az első jedi folytatják, jön rengeteg sorozat, ugye jön az Asoka, ugye ö, jön az az Ecolight, amiről már amúgy volt egyszer Iggy Trézert, de már nem tudom, miről fog szólni, az ilyen izégről fog szólni, nem az inquisitoros? Sz a szites téma lesz, ja, ja, az ja, visszamegy ja. a múltba az is. Igen, ö, jöttek az ecolight akkor voltak. Ö, mi lesz még? Lesz még film? Ja igen, a, ez az egész, amit a Dave csinálnak, ez a Mandalorian, Rebels, minden, ez a végén kap egy ilyen, egy ilyen, lezáró filmet, ami így pontosan a, a, az új triológia előtt, hogy hogyan jött a, az új köztesség, mert amúgy tök durva, hogy ez is egy érdekesség, nem akarok spoilerezni, de azért aki nagyjából követi a tudjuk, hogy kb. afelé megy, hogy hogyan alakult meg ez az új birodalom, igen, vagy igen. mi a cucc ez, hogy így három filmen át nem tudta nekünk két rendező normálisan bemutatni, ez a két jó ember meg egy pár és sorozat alatt elmondta értetően, megmutatta értetően is. És, és, és mindenki, az és, mindenki tudta, és mindenki, el tudta, és mindenki tudta fogadni, és így oké, okay, így király. ami ahogy elkezdték a filmet, mindegy. A harmadik rész, Pápatin valahogy visszatért. Oké, okay, köszönjük. Ja, mindegy, úgyhogy jönnek a nagyon frankó <laughs> ö, sorozatok. A Tales of the Jedi is folytatódik. Az szemmátat Balázs azt is néz meg, a, a, a dukus részek, még az az aszokás is Zsen, zseniálisak. Egy, egyszerűen kúrva jó. Tehát ilyen basic Star Wars, nagyon jó nagyon adom meg, hát már mindjárt, mindjárt két hét aztán nyomatjuk a játékot is, mert a Kelkeszti sztori is eléggé bekapcsolódik. Igen, Rock, de írja, hogy a Visions 2 hogy a Visions meg az a sorozat volt, amit ilyen Various stúdiók csináltak össze-vissza, egy random Star Wars story bedabtik, és hatalmas sikere volt, hogy az is zöld utat kapott. Örülök neki, hogy ennyi jó projekt zöld utat kapott, sőt, megmondom őszintén, félreteszek minden bífet magamba, sikerüljön az új Z is. Felejtsük el azt a régi teológiát, nyomja a rej, legyen fasz a Jedi iskolája, azt legyen valami jó sztori, új enyém, nem kell pápetin, nem bajom, úgy, hogy a sztoriban néha előjön egy-két régi elem, mert az mindig zsír. Úgyhogy a izéba is volt, ugye, hogy az ártó megáll, azt mutatja le a Leila képet az öreg lúknak, tehát azok mindig jók. Igen, a Skywalker dolgot el kéne engedni. Hát ugrani kéne, u ugrani kéne aztán. Előre a jövőbe, vagy vissza. De jó lesz, drukkolok nekik, örülök, hogy annyi ennyi Star Wars jön, szeretjük imádjuk. A Mandalorian a Mandalorian, Mandalorian akartam még két szót említeni, hogy ugye ki vannak akadva az emberek, hogy ugye nem olyan, mint eddig, mert ez nem a jedi szól, hanem a Mandaloriakról, amik a -e kurva jó sztorja. De nekem ezzel nincs problémám. Azon az, Andorra volt Andor. Problémám. Volt kérdezték a, a Andy serkins hogy milyen érzés volt eljátszani azt a börtönört. Mm. Miután ő volt ugye a, a klón Pápatin, hogy mondta, hogy nem is számított rá, egy iszonyatos nagy lehetőség volt, és úgyhogy őt, őt szerintem nagyot alakít. Ő, mindig nagyot alakít, mert jó hozzá a szerepeit, de igen, ott, igen. Ott a Burton boss, ő, de az, ő volt a csoportvezető, az, az kúra nagy. Igen, szerintem amúgy az Andy Serkis az már örül neki, hogyha végre nem CGI-jal nem takarják el az arcát. Úristen, szerepelhetek. <laughs> nem kell a sapkat, látszódhat az arcad. Mi? Tényleg? De jó. Ja, ő, 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 ő nagy király. én ja, hogy... és nem a zöld ecsetet veszi elő először. Úgyhogy úgy, jó lesz, jó lesz, fandom lesz, haladjon a sztori, építsünk újat, kössünk össze mindent, ezek is jók csak fejeződjön be, tényleg induljunk valami új irányba. Vagy nézzünk viszont nagyon régre, mert amúgy, megmondom őszintén, ennyi évtized után most tényleg unalmas az a Skywalker rész, meg vagy hogy lett így. Meg hogy annyi megmondom. történet van, amit el lehet. Rengeteg, hát a könyvekben Pont is a múltkor, szét van. múltkor, így belenéztem kicsit a történetekbe. Én se vagyok penge belőle, hogy mindent tudjak a Star Wars-ról. De basszus, így, az, így olyan 30-40 ezer évre visszamenve annyi történetet el lehet mesélni. Én lennem. tudod, milyen sorozatot néznék nagyon meg? Ja, mindenféle tényleg Jedi és fénykard mentesen egy ilyen egy évadot a Mos Eisley űrkikötő és az ott történő dolgok. Hát a Dave Filoni csinálják, akkor meg tudják mutatni érdekesen valószínűleg, csak más, másra mentek meg rá, meg remélem azért egy kicsit ilyen a koreográfusokat fölvesznek, és kicsit felélinkítjük ezeket a lézerkart harcokat. Meg a, figyelj, a Zsivány egyes is nagyon jó volt, Igen. És Jedi nem nagyon volt benne, harc viszont annál inkább. Viszont amit most tényleg a, a, a Mandóban, ami nekem nagyon tetszik új vonal, ezt több részen keresztül most már elkezdték behozni, ez nyilván lehet, ez valószínűleg a takarítás halmazotba tartozik, de én ebből nagyon sokat tudnék még nézni. Ezek a társadalmi-szociokulturális vonatkozások. Így van. Tehát, hogy tényleg ott-ott milyen a társadalom összetétele, hogy élnek, miért úgy élnek milyen értékrend szerint élnek. Viszonylag ja, érdekes. Ugye volt ez a, a legutolsó rész, az a bolygó, ahol ők már száműztek mindenféle ízét, és akkor ők a, a renegált robotokat hasznosítva és adtak nekem. nekik második lehetőséget a birodalmi robotoknak. Nagyon érdekes. Hogy ugye izgalma. ugye sem mutatták be nekünk, hogy ugye a, okay, a birodalom ugye legyőzte a, ugye a független rendszerek szövetsége, vagy mi volt a föderációja, mm. bocsánat. Ö, ugye az, őket legyőzte az új birodalom, vagy hát a birodalom, és hogy, de mutatták be utána, hogy mi történt ezekkel. Ugye erre nagyon jó volt a ö, Fallen Order, hogy ott ugye úgy kezdődött a, a játék, hogy ugye a hajóbontókon voltunk, és ugye a ja, ja, ja. Venatorokat ott bontották, ugye a lukra Hulk cruisereket ott bontották szét ugye a hajóbontóba. Hogy így bemutatták, hogy mi történt utána, nem az, hogy jó volt egy hatalmas flotta, amit csak így felszívódott. Ez az a, hogy a filmekben mindig van egy jó és egy rossz, és nem mutatjuk az álnyalatait. Viszont itt a sorozatban nagyon jó kijönnek, hogy azért Iram. a jónak is vannak ilyen szűrikés és rossz álnyalatai, meg, meg a, meg a sötét oldalnak is. Üt, abszolút, abszolút élem, ahogy így Végre színes a világ, nem kész. Igen, fórus, igen, ugyan? igen, 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 hogy hogy alakult élnek az egész, és erre szerintem egyre több igény van, mert nem elég, hogy van egy jó, meg egy rossz, mert az, az nem. Ez már unalmas, ez, ez, igen, már ez az igen, ez módszert ilyet írt. Karakterváltozások is nagyon jók amúgy. A, nekem tetszik az ez a, ezek a titkos dolgok, ahogy így kémkednek, meg izének, ez mégis itt nagyon sok. meg, meg tetszik az, hogy hogy modern, tehát én ezt hettem legalább a Star Wars, hogy modern, de mégis ilyen OG, tehát hogy azért, hogy átmennek az üzenetek, meg minden. Hát én, én amúgy ilyen van. téren én imádtam az előzmény trilógiát már régen is, ugye, ha belegondoltok, hogy az eredeti trilógia mennyi helyet mutatott be nekünk, hogyha azt összeszámoljátok, hogy az előzmény trilógia hányat, többszörösét, és nagyon brutálisan bővítette ilyen téren a galaxist. A Nabun bemutatott két civilizációt gyakorlatilag, de most nem, akarok, akarok végig menni mindent, de rengeteg mindent bemutatott. Igen, jó, ez igaz, igen, igen. Az eredeti trilógia, hát igen, ott az egy kicsi, kis betegintést nyertünk az evokoknak a magánéletébe. De... Konkrétan ennyi volt, de ott a társadalmi berendezkedés nem nagyon láttunk az eredeti trilógiában, talán még a Bespin-en egy kicsit, hogy ott ugye el vannak és... Igen, ilyen szempontból egyébként én csíptem például a Jar Jar Binks karakterét is, meg a gunganokat is, mert ők is azért egy ilyen... Persze. Tök érdekes szívilizációjuk volt a galaxis. Hát a... Csak hogy egy kicsit belerúgjuk az új triológiába. Inkább benézegettem volna három részt a Jar Jar binks hogy átáll a sötét oldalra, mint sem azt a... Azt mindenki, meg, mindenki megnézni. <laughs> Úgy igen, azt most meg kell csinálni, hogy átáll a sötét oldalra. És <laughs> levágja a saját füleit. Nem amúgy sajnos, igaz nem kánon, de volt ugye egy könyvben említés arról, hogy mi történt Jar, Jarral a történet után, mert ugye ő a Szitek bosszúja után eltűnt. Ő visszament a Nabúra, és gyakorlatilag úgy, hát nem udvari bolondként, de így ilyen bohócként folytatta az életét, és számüve, számüzetésbe vonult azért, mert ő juttatta hatalomra gyakorlatilag Pápatint. Na, ugye? Szóval akkor vezeklő erre a Igen Igen, Gyorgyal. igen. Öh, Önkéntesen. Nagyon jó, ez nagyon jól esett Kis Star Wars-hoz, akkor örülök, hogy ennyi minden jön már, hogy pangok valami jó Star wars -ra. Nagyon. Nagyon élem. Na, ugorjunk egy kicsit a teki részre, mit szóltok hozzá. mégis csak egy launch előtt állunk, ugyanis április 13-a van. Ugye, aki Nvidia-val szorosan meg. köröltve dolgozott, úgy ott azért láttok sok tesztbe Founders-es kártyát, ugye a 47 ről ugye már tegnap kitehették a vedenyót, és amúgy én elhiszem, hogy bizonyos vásárlónak lehet megosztó, hiszen már történt ilyen velünk, ugye a 30-as szériában. Ugye, aki nem tudja, hogy miről van szó, az ugye a dióhéba, dió, nagyon dióhéba, ugye van egy nagyon erős 30-as top alja kártya, a 38 ami nagy csubi, erős érték, minden. Majd így jött egy ilyen kis nyáklap, azt, mondta 5 nanométeren, hogy így, hát én úgy ugyanazt tudom, mint te, aival valami még többet, kevesebbért. És még kevesebbet is ezek. Na most ugye ez, ugye ezt már másodszor játssz az Nvidia, ugye három éve nem volt a piacon ennyire jó ár árérték kártyán, mint a 4070, aminek mi nagyon örülünk, mert nagyon sok fasz jó gép tud készülni a jövőben. Viszont ezek, ezek kvázi megölte a 30-asnak nagy részét az Nvidia, már úgy tudjuk amúgy, hogy lesznek majd ott is az leárazások, mert ez így nem, nem, tartható. Meg reméljük, hogy ez a 40 az árértéke, majd, mint egy kicsit lejjebb húzza, szerintem a 40 t meg a 40 at is, szerintem egy picit biztos, hogy lejjebb fog jönni. A 40 az annyira brutális, hogy azon a leszámoljatok. Tehát az már így is esett sokat, de az, az más szint, az next level. Ez az, az ss 3, az nem kell gondolkozni. Múlt, csak fúzióval meg, meg holtan eket. lehet elérni. Azon ne gondolkozzatok. Az nagyon, az nagyon brutális, de de lejjebb húzza. És hát amúgy igen, tehát egy érdekes dolog volt, mi, nyilván örülünk, de amúgy láttunk olyan visszajelzést, és csak hogy majd itt mindenkit, hogy amúgy van, akinek fájni fog, főleg, hogyha mondjuk top piken és ezt a Linus is mondta, hogy volt 4000 dollár és a 38-an valaki annyira megvette. Hát a... láttunk mi is itt nagyon brutális áron elkelt 30-80-at, és sajnos... Igen, és ráadásul aki most nagyon nem teheti meg, hogy vegyen egy új kártyát, de mondjuk eladna 38 80 át, az a mai nap három órától fogom még kevesebbet fog érni sajnos a használt piacon. Hát figyelj, a... most ezen gondolkodtam egy csomót, és az a baj, megmondom, mi a baj a 30 80 -nal. Egyrészt most már mindenki vegye tudomásul, hogy end of life a kártya. De ez is fáj nekik, bocsánat, hogy közben ez is fáj mostanában a usereknek, és ezt is egy picit meg tudom érteni, hogy ilyen kártyáraknál van, aki nem két évre vagy három évre tervez, és nagyon fáj, hogy, hogy két év után hát a telefonoknál valahogy átment. Nem hiszem, hogy aki két éve vette egy 80 at játszani, annak bármi indoka lenne most lecserélni. Nem, nincs, nincs, nincs indoka, nincs indoka, kivéve, hogyha kell a az új az av egy, illetve sporolni akarsz a számlán meg a hőn. Ennyi. Ennyi. Ennyi Mert amúgy. figyelj, hogyha belegondoltok, akkor sajnos a 3080 az egy olyan korszakba született, hogyha most olyan, végignézitek a használt piacot, ami mai nappal hozzák droppolódni fog rajta a 3080 ára lefelé, ott az újhoz képest nyilván sokkal kevesebb garancédővel rendelkező kártyákat fogtok találni, ami még nem is lenne probléma, viszont azok sajnos 10 per 10 megjárták már a bányát. valószínű, igen. Tehát a, a sajnos sose volt MSRP-n a 30, hát de már talán tavaly év végére visszajött, racionalizálódott a kiskereskedelmi ára, de a megjelenéstől számítva egészen tavaly karácsonyig az egy túlározott Ethereum bányakártya volt. Az LHS yes. is. Yes. Illetve a 30-as még szintén egy izgalmas széria volt, ugyanis mi megéltük azt, hogy amikor launcholt MSRP áron, mert ugye volt neki MSRP ára, és azt tartotta is, tehát tudtál venni jó áron. Ugye az még egy olyan launch volt, hogy úgy jöttek a kártyák, hogy 30-90, 3080 és 30-70. Nem. Nem úgy volt. Nem, 30-80, 30. De volt 30 és mert vettek. De volt. Ja, azt nem hittem, sok... a sorrendet nem. mondod, mert 30-70-nel nyitott ha a 30 Akkor a középen széria. nyitott. Tényleg ott még fordított, ugye, 30 70, 70 a, és jöttek. Hogyha, hogyha hogy a 30 80 ad szintjét fogja most hozni a 40-70, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a 30-as nyitott, nagyon rosszul bele a bányába, ez tette tönkre az egészet. De ha nem lett volna bánya, akkor mindenken kell arra emlékezni, hogy az volt a marketing szlogenja amit fél évvel, lancs előtt már mindenhol toltak, szerintem már recept oldalon is az Nvidia, hogy jön a 3070, 700 dollár MSRP-n, és e, megölli neked a 2080 ti nem ami volt igaz, a teteje volt a, a 20-as szériának. Igen, de a 20-as szériának a teteje meg ugye lebőgött, ugyanis 1080 ti nem érte meg ugye váltani rá. Tehát nem volt akkor a szignifikáns különbség, ha emlékszem. az volt a mondás, hogy 1070-ről megérte 20-80-ra, de 1080 ti nem érte meg. Az RTX akkor sehol nem volt. Nem, hát a 20-as kártya az nem volt nem, RTX Nem, de a 20 asban nagyon sok ment a 20 nak ra a 20 a es időszak. Nem 2070 megetett, 70 20... ez egy nagyon jó, 2070 jó kártya ez volt. ez egy nagyon jó, nagyon jó ment. De a sima 1080-at az, az is verte. Igen, csak nagyon nehéz, azt akartam közben, nagyon nehéz hasonlítani, mert más sorrendben jöttek ki a kártyák, más áron, majd ez emelkedett bánya, aztán amikor a bánya visszábesett, akkor ment, aztán megint bánya, Covid, háború, infláció, minden szar, az meg, amit rá lehetett húzni, Ugye, költséget megemelkedtek, úgyhogy ez egy nagyon vilább. Ebből a mercéria. szempontból azt mondom, hogy, hogy az Nvidia karmester tökéletesen csinálja a dolgot. nézd meg, most már end of Light lett a 3080, nem lehet kapni, 3070 azt szerintem tavaly nyáron küldték parkolópályára, amikor jött a 3070 Ti nagy adag csípjük volt még, ki kell azt is söpörni, most már legyetek egészen nyugodtak benne, hogy a 3070 Ti is end of life lesz, és szépen, ahogy kitak kitakarították így a csípeket és a meglévő készleteiket a 30-asból, itt van beidőzítve a 4070-nek a release -e, ahol jó áron, iszonyat jó helyen van a piacon. Ez ezért történik, ügyesek. Én lennék az Nvidia, én is így rajzoltam volna fel ezt a matekot ők jól is csinálják, csak mindig van, akinek fáj egy kicsit, csak hogy egy kicsit beszéljünk erről is, hogy meg tudom őket érteni. Amúgy meg bizonyos szempontból kis csúnyácskák a 40 ek nekem úgy tetszenek, de pici nyáklap, nagy a hűtés, ilyen kis kicsit túlméretesek, úgyhogy amúgy pont itt volt az Oli is behozta a mérésekhez ez a Strix 38 Úr vajon néz ki a 30-as trikszéria? amúgy most pont azért. Igen, ez a nagyon szép. Tehát, hogyha az, az nem témet. fájnak neked ezek a dolgok, úgyse fogsz szávjegyezni az RTX-re, aki ezt magasról, számra nem érdekel, itt fönpörög a napelem. pont ezt akartam kiszállni, Akkor maradhat. De, de, végül nem tettem meg, mert nem akarom annyira triggerelni a kedves vásárlóinkat, barátainkat, hogyha megfogod a 30-80 használt árát, összeveted majd a 40-70 MSRP árával, és a kettő közti különbséget arányosítod a kettő lévő fogyasztás különbséggel, villanyóra, szerint játékidőre levontva, akkor szerintem még úgy is jobban fogsz járni. Lehet, lehet, lehet amúgy. Attól függetlenül örülünk, tehát aki most gondolkozott új gépen, neki nektek most nagyon jó. Tudod, minek örülök a legjobban? Na, annak, hogy nem lehet bányászni. Mert ez a kártya ezzel a teljesítménnyel, ja, ezzel a fogyasztással, ó, meg, ez bánya király. Meg a lenne. Hely, ó, helyjel és is, tehát, hogy be, tehát nem ilyen csubi vastag, iszonyat, így van, iszonyat így van. vékony, amúgy a ventiseken overkill a hűtés. Csak szólok, hogy a duára bő, tehát bőven elég egy duálos menetek. E, biztos, hogy lesz ebből ITX tehát srácok. Tehát, azért is került vissza az, az, az 8 pin, aminek szintén örültünk, több modellen rajta van az OC, és nem, bár azon is bírhatta volna ott azokon az új van, amit azért nem szeretünk, mert, mert oda tud nyomulni az üvegnél, tehát hogy tud törni, meg, meg, meg megadott darabszámba lehet kibeúzogatni. Nem borzasztó az új csatív, tehát... I -i -i igen, de visszakerült, az, visszakerült az egyszer nyolc, nem kell aggódod a tápod miatt, hogy most kell -e új kábe, nem kell -e, új nem szeretem a ez, 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 nagyon... Nagyon fasz. Nem, nem merték tavaly kifirulni. De mondom, ha ebből egy, egy három ment vesztek, az Uff, nem, nem tudod fölcsapni. Na, no, amúgy, ha most lehetne azzal bányászni, ez bánya egy lenne ez a kártya nem kerülne biztos, emberekhez mondjuk úgy biztos, 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 nem, akkor nem meg kerülne. továbbra se lenne senkinek gamer videokártya viszont tényleg szerintem nem így, hogy itt van a mondjuk a 13 as Intelből a közepén a 13-6K nagyon jó választás ugyanígy 7006- x vagy 7008 annyi, hogy ahogy láttuk a lapok ára még azért úgy tartsa magát, a tápok is mert nem nagyon elérhetőek drágák, de DDR5 memória egész hozzáférhető áram van SSD-k a jó áram vannak Úgyhogy nagyon fasz a gépeket lehet most összerakni közép és feljebb is ezzel a setup amik amúgy szerintem sokáig jók lesznek, és ilyen 2K max. Tehát, és azt kell mondjam, mondjam, hogy végre. Végre, igen. Tehát ez tényleg, a... én, én nagyon bizakodtam, amikor tényleg széné reklámozta az Nvidia 3070-et, aztán jött a bánya, sose volt jó áron 3070. Végre. végre. 3070 Két évet nem sikerült 30. jól, ugyanis hogy az... Árértékarányban az nagyon jó kártya. Amikor lett volna. akkor az az msrp az azon jó lett volna, nem sokáig volt. A 700 dollárért akkor az. Az abban, jó hogy nehéz volt a 20 tiának neki internet, mert az abban csak 11 gigavéram volt, meg az nagyobb sávszélességen kommunikált a PC slot. Itt is ugyanez van, tehát 320 as a 3080, 192-es a, a 4070, ott van a RAV teljesítményben, egy kicsit meg tudja előzni, csak ugye itt a legnagyobb erősség azért a, a DLSS 3, ami, amire azért építenék elég rendesen. Azon vagyok amúgy meglepődve, hogy ez a 12 giga véram egyébként még elég a 40 nek Ó, mert... nem is beszéltünk. Mert... nem elég amúgy, bizonyos szempontból hát, beszélek, öö, de, de az Nvidia úgy gondolja, hogy elég, pedig azért már a 20-60 is 12 gigával volt szerelve. Nem elég, és nagyon remélem, <síns> hogy... For gamers. <síns> 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 én megmondom neked őszintén, hogy szerintem még, szerintem még felhasználó, hiszem, ennél a szériánál még talán esetleg megbocsátható. 50-es szerintem nem engedhetik meg, hogyha így fejlődnek a játék ugyanis most előny, ha több vér mod van, ez a Hogwarts legacy ugye ki is igen, derült, igen. tehát hogy egy, egy 8 g 3060-on és egy 30, 12 g 3060-on nem ugyanúgy teljesít, és kell neki a több, kell a több véram. Most már kihasználják elég rendesen. Ugye ez az AMD lefette, tehát a legkisebb kártya ilyen 16. Var. Csá. Csak lassan. nem a 7000-esből, csak így... Hát nem raf teljesítménybe. De az, azok is nagyon jó, nagyon jó megoldások. Nem, amúgy én is Énként látom. Figyelj, hogy... és pont ez jutott még eszembe, hogy a 1060-ból ugye két modell volt, volt belőle 6 gigás és 3 gigás. Mikor? De az De más, más Mikor Mikori az a kártya már? Tehát ahhoz képest tök jól scale az AMD, tényleg a vram és a, az Nvidia-nak ez egy weakness -e maradt, hogy valamiért ők nem, nem akarnak memóriát. Mikor lejönnek a TSMC-n ezek a nagy nódok, vagy minek nevezzem őket, ugye ott, ugye ott minden termék kész, és akkor ugye az alapján, hogy hogy sikerült, dől -e, hogy mi lesz belőle, és ezek a sok memóriás dolgok, meg ezek a ti -ok, meg a voltak a szuperek, ezek mind ilyen reuse tudszok, mert ugye nem dobják ki. Amik amúgy megvan a helye, csak ja, nem véletlenül készülnek, készülnek úgy. De például hát ez ugye, jó magyarázattal készültem a 8 költségcsökkentés. Költségcsökkentés, igen, ez érthető, csak telefossák a Vér piacot. nem a izé, Samsung gyártja egyébként az nvidia -nak. Már nem. A, a memória onnan van, de a csippet ugye régen a Samsung gyártotta, de most már nem. TSMC. Uh, igen, Linusnak volt erre, nagyon, én nagyon szeretem Linus amúgy, van nem, volt egy nagyon jó megjegyzése, ugye, hogy kénytelenek is voltak lépni, mert ugye ilyen nagyon durva ipari dolgokat is meg, ezért szeretem a videóit, én úgy nézzétek meg, nagyon informatív, hogy ha nem áll át a 4000 a TSMC-hez az Nvidia, akkor jelenleg nem ő lenne a legjobb. Mert a 7000-essel VS a Samsung technológiával szarra szedte volna őket. Kevesebb és olcsóbb. Illetve viszont, nagyon sokat fogyasztott volna a 40-es Viszont ugye azt ne felejtsük el a Véramhoz, csak így side note -ként, hogy hogy a, a memória chip, az kibaszottul melegszik egy videókártyán. Tehát az 5700, ami mindig, mindig az hozom föld, az egyik kedvenc AMD kártyám volt, ott nagyon sok modell amiatt bukott pont me, meg, mert elmelegezett a francba a memóriája. Ja. Tehát hiába a GPU-t még tudtad volna húzni, eldobta magát throttlingot, lehet, hogy az nvidia egyébként van tényleg erre egy motekja, és azt mondja, hogy inkább ne rakjunk rá annyit, de tudjuk lehűteni, és akkor... Jó. Nem tudom. Jó. Mert az AMD fronton mindig van Igen, csak a hűtés például most is a 4000-es szériában, de erre nincs ugye, fix infónk, ugye mindegyiken overkill a hűtés. 49-től lefele mindegyiken overkill a hűtés. Ez amiatt is van, mert ugye a chip amit tud a RAV, VS, amivel jön, azt ugye azok mindig líkek, és az utolsó release előtt nem tudom meddig derül majd ki igazából, hogy az már nyilván készen be van dovozolva, de mi, hogy mit tudjuk hogy mi tudjuk meg, hogy hogy teljesít, azt, az, az, később derül ki. Amúgy a 4000-es vissza lett fogva, hiszen a 4090 Ti még mindig nem tudott megélni, hiszen a, a, az áram forrását, az, hogy leég azon a kapcsolón, hogy mindig nem tudták megoldani. Fogták itt kábelre, mindig, de még mindig nincs dobozba hát és most már azért telik múlik az idő, hiszen jön a 40 is. Van annak egyébként helye? 40-90 ti nak most? Ö, gamingbe nincs. Brutálisan 40 mondom én, amikor teszteltem, elakadtam. Igen, ott Tehát az, hogy, az, hogy én 4K-ba 200 fps re játszok RAV DLSS nélkül, az nagyon komoly. mondjuk cicerek is. Az mondjuk nem kol. Ja igen, egy nagyon fontos info, basszus, ezt kiadtam a videóban. Na, akkor ez izé exkluzív lesz. Én azt elfejtettem mondani, hogy egyik 47 es a koly pedig erős. 2760 mhz mennek. Nagyok, ok, nagy ok szoktak inkább. A 48, -t. a 40 is, a 40 Ti ben nagyon minimálisan kolványol, abszolút nem, nem hallható, csak hogyha nagyon oda a füled a gépházhoz, a 40 abszolút nem. Ezt a videóba, de ez, ez, ez nekem ez nem kéne, hogy és legyen, de ez nem volt, még ugye 30-as, na 30 <coughs> mert ez a feature, a ráírhatják a dobozra, tudod. DLSS 3, 12 giga, no kolyvány. Emlékszem, emlékszem, olyan tesztre azért itt, nem fogok gyártót mondani, hogy az volt az instrukció, hogy a hangjáról ne beszéljünk. Ezt kért, <coughs> igen, azt mindig ráhúzzák, hogy izé teszt darab. ez ilyen a kolyvány, meg ez a, jár, a tévéd is kolyványon, meg a playstation is. Hát mert ugye, mert ugye én azt mondtam, hogy nekem a monitorom. Olyan, ja, 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 ja. De nem is értem. Ja. Hát két mm. szajrá van boostor, És csak izén, a és csak izén, hogyha Facebookot tekerek. nem night módba, mert ugye régen volt fehér módja a Facebooknak, most azt hiszem már csak night módja van, mindegy. És tekertem a, ugye, iponoztam ugye Facebookon, és tekertem, és így hallottam, hogy a minden egyes tekerésnél a monitor nyomta a hangot. Amúgy attól függetlenül, hogy ilyen bizakadók vagyunk a 4070-nel, nekünk webshop szempontból még mindig nem ez lesz a pikk kártya a 40-esben, hanem a 4060, ugyanis tudjuk, hogy a 60-as kártyák bődületesen mennek. Igen. Hívhatnám úgy is őket, hogy a netezős példák vagy a lurkó béldek, ugyanis a kis lurkók, ugye ilyen hasonló számítógépeket szoktak meg nem. kapni. Ilyen 12.400 ez fel ilyenek. Aj és... meg úr, Hát pont ezt akartam mondani, hogy ha megnézed a steam statot, hogy menjen, uh, túrják még mindig a cségót 10.60, 1060 a gyerekek. Én Én itt az vannak. idő, dobjátok ki a kukába ajándékozzátok el az összes 1060-at, semmire nem lesz jó, miután kijön a 460. Hát meg a arra a a 60-nal az a pletyi, hogy 30-70 és 30-70 DI között fog teljesíteni, úgyhogy úgy, 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 igazából az is, az is egy de nagy különös De hol lesz. lesz a fogyasztása? Szerintem nem sokkal, tehát nem 170 Watt körül lesz. Tehát, hogy... Hát figyelj, hogy 600 Wattos táp elég lesz neki. Elég 600 Wattos táp a, a simáknak is, 40-70-eknek is. Ezért tetszik ugyanis az új a tekintetében, ugye nekem egy 4050 ti van, és az én gépházamnál rohadtó zavar, de én tettem főképet a Discordra, és az az átalakító. Feszült, kurva ronna volt, nem tetszett. Én vettem ugye egy, ugye egy 2x8 pin per új csatlakozós átalakított korzert, ami kicsit drágább volt, mert ugye cable moddingos, ilyen, ilyen fésülhető. És amiről tudok még, az a Be akinek van, illetve most már jönnek az ATX 50 tápok, amiben alapból van. Az oké is amúgy már szerelésnél fölöttünk be jelent, hogy egy ATX 5.0-as 1200W-os patinum az bekötöttük az új csatlakozót, és nem indult el vele a 49 Úgyhogy vissza kellett kötni 38 ra és az átalakítóval használni, úgy, hogy erre is oda kell figyelni. Volt ilyen? Volt, volt. Nagyon ott néztek a srácok. És nekem is, az tök mindegy, hogy nehéz volt kis zárni, hogy jó lesz, de ugye az csak akkor működik, hogyha a PCI-os izéd az, az 4.0-ás, de azt ugye nem írja, hogy 4.0-ás, azt neked ki kell keresni. És ez is, ez is matek. Viszont ebből a szempontból örülök, hogy ezekre visszakerült, meg a kis fogyasztása miatt, tök, mint egy új csati van, biztos, hogy bírni fogja a tápot, mert egyszerűen nem vesz fel annyi áramot. Ez, 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 nagyon jó, és igen, amúgy ilyen időszakban, ahol amúgy így emelkedett például ide az is az áramfogyasztás, amúgy tud spórolni. Nem azt mondom, hogy 10-20 ezreket, de, 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 fasza. de Ugyanazt a teljesítményt kapott kevesebb fogyasztásért, az mindig nagyon jó. Szerintem is. Legalábbis. Úgyhogy ja, bizakodunk amúgy. Bizakodunk, sok jobb bill fog születni. Egyébként iszonyat kompetitívre szerintem én 40-70-et vennék most, Ha most, most kéne ha most gépet kéne, de hogyha... Tehát az, az ami, ami, a te, ami a te kártyád, körülbelül tehát attól, attól egy kicsivel, erősebben erősebb 40-70, ugye neked 30-70 ti van, hát 13 6 k De overkill a 30-70 ti még így is. Tehát, hogy azért mondom, hogy hogy én, hogyha kijön a 40-60 és kompetitív euh, multiplayer gamer lennék, akkor én 40-60-at vennék. Tehát, hogyha cségozni akarok, fortnite valorantozni, lolozni, akkor 40-60. Na azért a Fortnite-a az ahogy... szét tudja rángatni. Hát. Majd megnézzük. Tényleg szóval, kíváncsiak a véleményekre. Én láttam egy uh, már ilyen, már ilyen, már ilyen köz, külön, hát a fogyasztóknál lévő beszélgetésben, vagy ahogy így beszélgették, hogy amúgy lenne igény fogyasztói részről, hogy ne két éven teljenek meg videókártyák ha 3. három, négy. Hát én is úgy látom amúgy, hogy sokkal jobb lenne a piac, hogyha nem két évente jelennének meg, hanem mondjuk inkább három, legyen három. És én is örülnék, ha például nem évente jönne új Intel, meg AMD proci, telefosva mindent azzal a pár százalékkal, ami szerintem úgy rengeteg az ipari hulladék, hanem mondjuk kettő. Hát az Intel, amit művelt a legutóbb ezzel a, nem is tudom, 10 10 felé a generáció kihányásával az valóban... Ez az AMD-nek is sikerült most, amúgy. szerintem. Tehát itt is most évente jön, és nézzük, itt van ez a 3 d kes ami az 5000-esnél nagyot húzott, hogy egy kicsit elugorjak a kártyáról, és beszéljek erről is. Ugye már beszélgettünk a 7950X 3D-ről is, ami ugye szintén ismét limitálva megy, mert gamingben inkább ezt a 8 magot használja. Majd kijött a sokkal-sokkal olcsóbb 7800X 3D, ami meg alapból 8 magos, és így szétver mindent, tehát erősebb, mint a legdrágább processzor gamingbe. Hát ez, ez, vicces volt. Így is lehet. Na jó van, jól elhúztuk ezt a podcastos srácok, izgalmas volt, rengeteg témánk volt. Szeretem az ilyen podcastokat, amikor uh -huh. dől a, a, a szó. Visszatudjátok hallgatni mindenhol is a podcastot illetve találkozunk jövő héten, meg, meg aki most hallgatott minket, akkor Balázsékkal pedig találkoztok majd később még a mai nap folyamán. Köszönjük, hogy itt és akkor találkozunk jövő héten. Jók legyek! Sziaztok! Sziasztok! Sziasztok!